kormány álláspontja az, hogy Magyarország joga maradjon meghatározni, hogy az ország területén ki élhet, ki tartózkodhat. Ha ezt a jogot megvonják, akkor a magyar államiság és a szuverenitás alapja kerül veszélybe. Erről, illetve más aktuális kérdésekről is fogunk beszélgetni Bakondi Györgyel, miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Legelőször egy friss hírekkel kezdenünk. Megjelent a sajtóban, vagy több sajtótermék nagy terjedelemben foglalkozott azzal, hogy áramot vezettek a magyar hatóságok a szerbiai kerítésbe, és hogy ez emberélet kioltására is alkalmas lehet. Ön tudott erről az áramról? Hát ez 2016. októberre óta ez visszatérően időről időre valamelyik média, vagy külföldiek is leleplezték ezt az ügyet, tehát erről szó sincs természetesen, ahogy eddig is mindig kiderült, hiszen számtás bemutattuk, látható és tudható, tehát szó sincs arról, hogy áramot vezettek a kerítésbe, és akkor ott, hogy majd meghalnak a migránsok, meg stb. Ez egy durva hazugság. A belügyminisztérium egyébként adott ki erről egy közleményt. Ugye egy ilyen kerítés, okos kerítésről nagyon sokszor beszéltünk mi is, ez részben áramellátásra szükséges, hiszen kamerák, éjjellátó berendezések, hangszórók működnek. Ezek természetesen szigetelt módon, teljesen jogszabályi előírásoknak, szabványoknak megfelelően jut oda a fogyasztóhoz. És onnan pedig a képfelvételeket szintén továbbítani kell azokba a régiós központokba, onnan a műveletek irányítása zajlik. És valóban, ahogy a belügyi közleményben is benne van, folytatódólag, most pillanatnyilag azt hiszem 10 kilométeren, megvan az, hogy ha és amennyiben valamelyik kerítést, tehát a külsőt vagy a második kerítést megpróbálják átvágni, vagy pontosabban átvágják, akkor erről jelzés érkezik abba a régiós irányító központba, amelyik végzi a járőrök irányítását. Tehát azt cáfolhatjuk, hogy ennek az lenne a cél, tehát hogy sokkolja. Szó sincs erről, de sokadik ilyen rémületes hír jelenik meg erről a magyar határozati rendszerről. Emlékeznek talán a kedves nézők is, hogy itt micsoda kegyetlenségeket hajtott végre a magyar rendőrség és a magyar katonaság, hogy mesztelenre vetkőztették, kutyával haraptatták, meg legvadabb dolgok. És hát ha visszaemlékszünk 2015 óta, hát azért elég sokfajta minősítés kapott Magyarország emiatt az akadályrendszer óta, akadályrendszer alkalmazása miatt. Ez is egy ilyen típusú nagyívű főfedezés. Én szerintem ebbe az ég adta világon semmi rendkívüli dolog nincs, és természetesen nincs szó arra, hogy ezt az áramot, ha vágják is, hogy egyáltalán a vágó megérezné ezt. Tehát az emberi érzékelés ezt az áramerősséget nem érzékeli, ez pusztán arra lesz majd alkalmas, hogy ha átvágták a drótot, akkor azt ott jelezze a készülék. Én nem tudom, szóval olvastam egy pár héttel ezelőtt egy minősítést, hogy koncentrációs táborokat hoztunk létre a kerítésmetet nyugati médiába. Ezek szörnyűséges, Magyarországon borzalmas múltbeli tartalommal rendelkező kijelentések, és én azt gondolom, hogy egy ilyen feltételezés is sértő, hogy esetleg áramot vezetünk a kerítésbe, hogy emberek halljanak meg ott a kerítésnél. Tehát ez egy teljesen abszurd és felképzelhetetlen. Ha már itt a jogi eljárásokat szóba hozta, Németországban született egy döntés a tranzitzónákban tartózkodás szabályait illetően. Ez bármilyen befolyással lehet a magyar tranzitzónákra? Hát minden esetre egy magas szintű német bíróság hozott egy döntést. Az egyik repülőtér tranzitzónájában több héten keresztül fogva tartottak egy külföldit, míg nem tisztázódott az útlevél eredetisége, a személy azonossága és a menekült kérelem megalapozottsága, és ez a személy pert indította az ő feltételezett jogellenes fogvatartása miatt, és a bíróság elutasította ezt a keresetet tekintettel arra, az volt az érvelés, hogy a tranzitzóna az nem fogvatartást jelent, hiszen bármikor, bármelyik járattal elutazhatott volna a tranzitzónából. Most a mi tranzitzónáink pontosan ugyanezt a jogi helyzetben vannak. Vagyis erősítik. Vagyis egy jogi érv, egy magas szintű német bírósági jogi érv van mellett, hogy nem tévedtek akkor a jogalkotók, amikor ezzel kapcsolatos szabályokat megalkották, hiszen Magyarországon is szó sincs fogvatartásról, Magyarország felé csak az léphet be, aki jogosult, menekülté nyilvánítják. Ez
mondjuk 2015-ben több mint 516-ban, 480, és hát az idén is már jelentős számba kaptak politikai menekítjogot, ők beléphetnek, mindenki más nem léphet be, illetőleg bármikor az eljárás bármelyik szakaszába, bármikor visszatérhet Szerbiába, honnan érkezett. Elindultak a nemzeti konzultációs fórumok, ön is volt legutóbb, ha jól tudom, Tatabányán. Milyen tapasztalatok gyűltek össze a migrációval kapcsolatban? Én saját tapasztalataimról tudok beszélni, nem ismerem még ennek az összesített tapasztalatát, de én három helyszínen voltam eddig, mindenütt nagy számban jelentek meg az érdeklődők, komoly aktivitás volt tapasztalható, és azt a célt, amit kitűztünk ezekkel a konzultációkkal, hogy mód legyen a személyes találkozásra a kormány képviselői és a lakosság között, és ott ki lehessen vitatni, meg lehessen beszélni olyan kérdéseket, amelyek az embereket foglalkoztatják. Ezt a célt betöltötte, megfelelő sajtó érdeklődés is volt, helyi, elsősorban helyi média, de az emberek is több száz fős létszámban jelentek meg ezeken, és az én számomra egy nagyon kellemes találkozás volt. Alapvetően tájékozottak az emberek? Releváns kérdéseket fogalmaznak meg? Igen, érdekli az embereket. Azt gondolom, hogy a Fidesz szavazótáboránál jóval nagyobb lakossági csoport is támogatja a kormánynak a migrációs politikáját, akkor is, ha adott esetben az MSZP-nek vagy más pártnak a szavazóbázisa, vagy Jobbiknak a szavazóbázisához tartoznak, mert ezeket olyan fontos nemzeti ügynek tekintik, amelyeken fölül kell emelkedni a pártpolitikai megfontolásokon, itt a nemzeti kérdésről, a nemzet jövőjéről, a biztonságunkról van szó, és hát ahogy a bevezetőben ön is említette, hogy a nemzeti szuverenitásunkról. A nemzeti szuverenitáson túlép az Európai Unió határainak a biztonsága, hogy ön is említette, ugye a líbiai felségvizeken egy civil szervezetnek a hajóját visszafordították. Ez fordulópontot jelent? Hát a déli irányú bevándorlásban? Azt nem tudom megítélni, hogy ez fordulópont-e. Ami a tény, amit tudunk, az az, hogy egy zsúfolásig teli hajó, amin 500-an tartózkodtak, indult el a líbiai partoktól. A líbiai parti őrség ezt felfedezte, megállította, és mire megállította, addigra már az egyik civil szervezetnek a hajója már ott volt, és éppen azon folytott a polémia, hogy hogyan tudnák átvenni a zsúfolt hajóról a saját hajójukra az embereket, és nem visszafordították, hanem távozásra szólította fel a líbiai parti őrség a civil szervezet hajóját és az 500 migránst tartó, azért mondom, hogy nagyon rossz állapotú hajót pedig visszairányította a líbiai partokhoz, tehát visszament Líbiába. A magyar határszakasszal kapcsolatban, a magyar-román határon milyen tapasztalataik vannak az elmúlt napokban? Én azt tudom mondani, amiről korábban is többször beszéltünk, hogy érzékelhető növekmény van a szerb-román határszakaszon, és ott egyre inkább széthúzódik a migrációs mozgás, tehát nem csak a magyar-szerb-román hármas határ közvetlen térségébe kísérleteznek, tehát átmennek Romániába, és aztán rögtön Magyarországra, hiszen ott nagyon komoly román rendőri erők tartózkodnak, tehát ez nem lehetett sikeres, ezt széthúzták, most már nagy mélységig kísérleteznek, és különféle ismert taktikai módszereket is alkalmaznak, hogy egy kisebb csoportot beküldenek, miközben egy nagyobbat egy másik irányba kísérleteznek. Azt tudom mondani, hogy a román határozati szervek megfelelő erőkkel és eszközökkel vannak a térségben, hatékonyan lépnek föl ezek ellen, beleértve a kamionokon, esetleg vonatokon elrejtőzést is, illetőleg az a néhány fő, aki sikeresen átjut Magyarországra, azokat a magyar rendőri erők elfogják, és a román hatóságok mindenkit visszavesznek, aki onnan érkezett. Bakondi Györgynek, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójának köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ez volt a napi aktuális ma este. Munkatársai nevében köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket. Hétfőn este 7 órától én várom ismét önöket. Viszontlátásra.